Amen. Azt hiszem, hogy Jörit, ami megint megy összörgárásra. Papázták Buda. Mi van? Most már azt a szart, gyerünk, kurva életben. Na, nagyon jó lett volna ez már, hogy utána beszélni a mellett megint. Hát igen, épp azért készültem. Azt, hogy a felejtsem el a villanyt, akkor mit, ezzel sem fékeznek. Akkor mi a javulatod és egy csinálja? Semmit, hagyjad, semmi más fajta. És én annyival gúrtam volna ott lefele. Igen, és most nem mindegy, az neked? Az volt a lényeg. Jó, engedd el a szárduruljon. Hagyjad ott csak a lámpa szárt. Na, most meghallgatjuk, milyen hangja van a vonatnak. Hagyjad úgy, hogy Nem a hangomat arról még nem hallottátok, hogy mit csináltál? És nem állok be, hogy miért is kérdettem értékén. Nem baj, túl vagyunk rajta, majd legközelebb ismétlünk. Nekem múltkor is volt egy ilyen fazon, az is be akart elém ugrani, az meg te mész a Lárpád hídon volt. Azért sem tudtam volna legalább. Ilyen béna vagy, hogy egy eset után elődnék? Ki látsz ezen az ablakon egyáltalán vele? Hát igyekszem ott, ahol le van valamennyire. Na szóval a Szépvölgyi útig neked kéne vinned a vonatot, de mi szólsz hozzá? Figyelj, 75 túl sok, mondjuk 72. De én nem tudom. A villanyt. Igen, de most nem az van. Várjál, mert még itt is van egy szakasz. És tudnád, hogy hogy utál, amikor az nem van. Jó, mehetünk. Na nyomás. De Buda, menjünk már! Juttól, de párhuzamosan. Az pont ott vártam. Az már régen. Soha nem megyünk 70-nel, hogy hol a párhuzamos. 70-nel akarsz menni? Igen. Kis igényes. A fentén illetve kapcsolatot. Nyomjad szépen. Azt csinálom. Főkapcsolónk az egyértelmű, hogy kint van. Igen, de hát összörös. És ugye minden főkapcsoló... Akkor itt valami a műszerekkel, tehát magukkal a műszerekkel lett megvalinálva. Nem biztos, hogy ehhez most, hogy logikusan tovább menjünk, ahhoz már túl kéne lenni azon, hogy hogyan működik a főkapcsoló, mik vannak benne a behúzató, illetve a bentartó áram körébe. Basz. Tényleg a kérdés volt. Ugyanis mi ezt nem vettük? Ja, lehet, hogy vettük, de... Kapókor majd szépen felsorolja a listát. Hogyne, persze. Hogyne, arról hír. Ami az UV-ben van, azt majd tudni fog. Na, megy át. Tekint egy elég sorít 17. Hoppó! Na, főkapcsoló, kiejteni is meg lehet valamennyire. Ugye addig lehet jogilag menni, amíg a magas nyomásunk nem csökken le annyira, hogy ne tudjuk péket tudni. Na, itt viszont majd óvatosan. Ha lehet, átgurulunk, úgyhogy síp és...
kész, állj meg. Ide be. Jó. Na, most már elég. Ugye? Na most átírjuk voltak? Ha sikerül félrehajtani, akkor igen, mehetünk. Na most a hátizsák. Jó, hogy? Jó van, te is jó bírta vagy ezzel. Kösi polgár. Ügyes voltál. Most már messze van. Én kivillant ez a locskasság, ez nem baj, nagyon jó, fogta is! Na akkor, amikor lenyomott tolatóra a gombot, akkor az egyes zár kapcsolva az, amelyik ténylegesen odaadja a villanyt a motoroknak, többek között. Kérem, akkor totál tökötett a sikor. Minden vonal előforduló hiba. Igen, ami logikailag elkövethető hiba, azt mi meg fogjuk csinálni. Ezek szerint kereket is pumpálunk majd. Fogunk. Kereket is pumpálunk. Jézus, nem egyszer, nem egyszer százszor unásig fogjuk csinálni a hibákat. De hiba elhárítás, hogy te ezt De Willi is ugyanazokat fogja csinálni, amit mi menetkezünk. Csak ott ugye több idő lesz rá, lesz olyan, hogy segünkben van a vonat, tehát jobban át tudom majd beszélni. Meg aztán... Na most te tudtad, hogy ezt mi nem fogom tudni elhárítani, igaz? Teljesen mindegy. De ez azért, de én csak kérdezem, hogy most gondoltál, amikor... Nem azért, mert hogy te egy emberek gondolnál, hanem amúgy csak... Nagy valószínűséggel, aki kezdi, az persze, hogy nem tudja. De ha végigjátszod egyszer, ötször, akkor utána álmodba is tudod. Nem azt, hogy megállom, azt csak felejtem el, ezt gyakoroljuk. Azt a fölégvezeték nyomást jól ismerhetünk, ismerhetünk. Tibi, azt sem felejtem el még egyszer. Melyiket? Azt a fölégvezeték nyomást. Utálok, hogy az egyszer nincs első kötyő. A másik végén el van zárva. Azt nekem is megcsinálta, azt nem találtam meg. Ezen is rossz a özve. Azt nekem első nap megcsinálta a Tibi, a hülye gyerek elzárta a... Na, rögzítőfék csapot, akkor, az, akkor meg elindulni nem tudtam, akkor zárkat, akkor kapcsolásom nem volt. Viszont a végállás kapcsolós... A végállás kapcsolós hibát azt kivételesen megtaláltam. Kéne egy pár, az se baj, ha előbb jön a hiba, mondta, hogy tanulját. Tanulásnak könnyebb lesz memorizálni, hogy persze, igen, ezzel már találkoztam, és akkor azt csináltam, hogy, és akkor ide nyújtam, meg oda megcsoltam. De az igazi az volna, hogyha itt lehetne tanulni elkezdet, és amiről beszélünk, azt rögtön megnéznék. Igen, ragadtál ez a fogra. Jó, de menjél is! Elnézést, Benotis úr! Jó, engedd el! Nem te vágj tőle! Nem, de szörnyű! Pá! Gyönyörű volt! Így a hóba különösen kiemelkedik, hogy hol vannak. Én is szöpenek. Mondjuk így. Egy tökéletes. Ne félkezz. Nem. Volt az egyszer, nem félkezz. Mondtam, hogy... Nem a csillag volt, ott van? Nem. Azt mi? Én is vettem, de nem az. Én azt mondom, hogy az izé a parragat. Először a... igen, aztán egy közelebb értem. Nem, a parra, a parrakhoz, azt mondtam, de rájöttem, hogy nő áll mellett, úgyhogy nem nyert. Tényleg, hogy mondod? Undorító a rossz indulatúak vagytok. 150 méterre kezdjen végezni a BM22-es jelzel, 5-ös hajszál pontosan a jelzőben egy vonalban legyen. És melyik a BM22-es BM-jelző nincsen oda, úgyhogy találkozik. Ez több volt, mint 150 méter, ahol elkezdtél végezni. Rossz a számjáték. Hát nem volt egy egyszerű megállás. Na menjél. Jó, világos. Na menjél oda. Most megint gyorsan arra? Tök így nyomjad le. Ez a különbség, már eleve így. A nyomás. Érzi a nyomás. Na most ezt így a váltókon keresztül csináljuk? Igen. Addig, amíg úgy ítéled meg, hogy egy vörös kiárat előtt meg tudsz állni. És...
ne felejtsd el, hogy a bejárat előtt milyen szépen csúszkál. Jó, kezdje, végezzem. Ugye lehet ment érezni, hogy azért lényegesen intenzíven nem tud gyorsultak. Ugye, hogy pakolja visszafelé a csúszás védelem? Nem, igazából most nem szabad. Nem, most még nagyon finomat csinálható. Nem volt még olyan durva. Alánylag megállni még tűrhetően tudok, ha bár ma az is a rossz szeretik. Megállni egy tűrhetően? Peron közepén. Mondom, amíg az is rossz szeretik. Gonoszodik. Hát igen, nem vitás. De akkor sifára mentem, jó ember. Majd meg. Tisztelen megy a motorára. Igen. És ha kézzel léptetsz, és megtalálod azt a határt, hogy éppen rájön áll a polára, hogy sokkal hamarabb lehet parkolni. Még 80. 80-nál kibírja?
Hát vagy, ha nem, akkor legalább kipróbáltuk azt is. Ugye egy kicsit többen mész, mint 60, úgyhogy a fékutatás szerint válasz meg, és légy fékkel. Persze, ki kell próbálni 80-ról ugye megállni. Most a jelzőtől is 25 szóval vissza akart menni. Van egy felódó jelzőtől, megint 25, hogy megint mehetünk 60 olyan 5 méteren keresztül. 25. Ja, most átadjuk. Itt olyan nagyon nem kelljen fogni. Itt az a fogja, de ugyan erre képes fékre is. Akkor sem kezdjük azt a próbálvet. Legszennyebb lett, mert fél centibe alacsonyabb a vonat. Igen. Legalábbis. Mindenütt meg a próba. 700-as gyerek volt alatta, meg egy 600 nem tudom hányas, és a többi az nem kopott volt. De 6 volt alatt. Rázta a harát. Ez az ábetűt. Azt mondom, A betű, na, sikerült. Itt a jármű széle. Szarügy!